legyen olyan. És megyünk! Egyből a vízbe. Sziasztok srácok, ide sajtelőszkettők és üdvözlök titeket a mai videóban, a zsíra, a zsíra, a zsíra, a zsíra, itt vagy, hello? És ma itt vagy, itt is vagyok, hát el kellett mondani az intro, hiszen képzétek el, visszatértünk a Natural Disaster Survivalbe, és egy olyan mappal kezdünk, ami konkrétan a leglabilisebb map az egész játékban, hisz hogyha szél ezt van, ezt ismerem, itt minden le tud tölni. Hát, én is ismerem ezt a pályát, hát ez a leglabilisebb hát, map, hát én ezt nem hát így nézd ismerem, meg, itt ez van, csak egy hát van 5 darab oszlop, ha jön egy szél, vagy jön egy hullám, akkor konkrétan nulla esünk van az egész túlélésre, hiszen, és nem is reszeteltem a videó előtt magamat, és konkrétan a jobb felső sarokban 2 centi életem van az egészből, szóval, és meteor eső lesz az első. Hát ezt... jó lesz, szerintem menjünk be, hallod, valahova, éppen én nekem azt a... ide csapott egyből mellém, hát ez gyönyörű lesz. Az a baj, nem igen, tudom, legyen, melyik szerinted a jó taktika, bejönni a ház alá, vagy én, ki az én azt mondanám, hogy bemenni a ház alá, én az játék elején erre gondoltam, de az a helyzet, hogy most, hogy ezt így megnéztem, hogy ez mennyire nagyon csapódik, hát ez átütti simán hát ezt konkrétan, a konkrétan át. Hát én bejöttem, épp a benzines kannák mellé beálltam, és akkor álljunk be, és imádkozz, jó? Toljuk le egy négy mi atyánkat, és akkor itt el leszünk, mit szólsz hozzá, hátha okay, működni rendben, fog. Oké, rendben vagyok, kislány fehére, az mindig biztonságos. Nastia meg fog minket védeni, Nastia megvéd minket remélhetőleg. Kislány ez mindig az nagyon kemény, nézd meg mennyi élete van, és még mindig itt áll, nézi, figyeli, hogy szárad a hát festék. Konkrétan, szia, hello, Emma. Van valami probléma? Semmi baja. De úgy néz ki az útvarra. Ez az üveg, ez nagyon néz ki az útvarrát konkrétan. Semmi nem maradt szárazon. Figyelj már, tehát, hogy a logikánk, tehát beálltunk a benzines kannák mellé, nem a legveszélyesebb de dolog. Dehogy is a legmenőbb, a legmenőbb, hogyha már belég csap a beton, legalább meg így túladunk mellé. És... ez nagyon közel volt, meddig tart ez még? Fogalmam sincs, remélem, hogy 10 másodperc is meg is vagyunk. De az a jó, hogyha egymás mellett állunk, vagy mindketten túlélünk, vagy mindketten belehalunk, szóval ez ilyen win-win szituáció nagyjából. Hát, de neked kevesebb életed. Igen, van, ez az! Az első körünk meg van. Na, csinálni. És itt van Nastia. Én most reszeteld magad nagyon gyorsan, hogyha neked nincs sok. Hát, tudod, eszkép és reszet, attól függ mennyi HP-d van. Te utálom ezt a pályát. Igen, és nekem egyszer sikerült, hogy kilőttek minket, azt a fekete tengerbe úgy beleestünk, hogy várakoztunk másfél percet. Bemegyünk? Mit szólsz hozzá? Menjünk be! Én, nagyon elő vagy már! Ferike fog vezetni, Ferike beült az ülésbe, én feljöttem, én is sikerült, hogy beüljek! Hallod, itt vagy mellettük, csákány, ülj be egy székbe, hogyha van még itt szabad vagyok. Szék. Ez az, itt Ferike, úristen, de hangos! Látom vagyok, júj, de nagyon! És megyünk! Egyből a vízbe. Gyönyörű. Ez megérte. Gyönyörű. Ez megérte. Gyönyörű munka. Még a játék el sem kezdődött, am. Körülbelül. Ezért mondom, és most legalább szurkoltunk a többieknek, hogy a savas esőt túléljék egy ilyen teljesen open mapon. Hát ez gyönyörű lesz. Ezt a zsédavos egyedi pólót. Igen, de én ez a lompos rúdavis Loki hátul. Nekem ez a kedvencem, hát olyan menő amúgy. Ugye? Tök jó. És te amúgy mit szólsz a sajthoz a fejemre, remélem tetszik. Nagyon szép sajt a fejemre. Egy harit kapsz belőle, hogyha szeretnéd. Itt mondtát, nézd meg, itt ugrál. Folyamatosan pattog, mint egy kenguru. Olyan, mint hogyha farsangra anyukája beöltöztette volna. Igen, igen, vagy spongyobot kitették a napra, azt összeszinkadt, meg mitől megfújta a szél, tiszta saras lett. Nagyjából így. De kövessük őt, ő adja a power-t, én úgy érzem. Kövessük a gyereket. Azt hittem, hogy Beton az a neve, de közben Baton. Hát amúgy úgy néz ki, mint egy beton. Hát körülbelül. Na mi lesz a disaster? Amúgy az ég, na, az ég a szép tiszta, szóval valószínűleg vihar nem na, fog jönni. Nem lesz. Remélhetőleg. Azt nem szeretem, azt a viharos kinemálhatom. De nézzük a vizet, jó, akkor nagy vév, se nagy. Meteor, már megint Meteor Shower, nem hiszem el. Nem hiszem el. Amikor élet, szerintem akkor menjünk. Beton bácsit, kövessük Betont, itt ugrál. Beton bácsi, lehet, hogy én ő nem tud gyalogolni, csak ugrál. Azt a mellém csapok be, de Beton bácsi! Figyelj, fölvásztam ide, itt meg az építetti. Aaa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 
igen, a darabokkal együtt kémleljük betont. Beton másik hol van, előbb ott futott még. Ott van beton, az a kis barna folt. Az udvaron, ott ugrál a darab. De ő nagyon, ő túlélte, azt mondta, hogy csak... Ez office.
üveg office, ez, vissza kell szívjam a videó elején mondott dolgokat, ez a legbénább pálya, hiszen figyelj, az egész üvegből van, de itt van beton, beton megy balra, gyere! Betont kell követni, megyünk be... ezt a testet. Én is, beton bácsi után, ő a videó főszereplője, beton bácsi, és megint ugrál, nem tud megnyugodni, igen. Nem tud futni. Beton bácsi, az megköpik. Oh, jaj, ne, szélvihar, ne, csak ne. Még el is fogja fújni az objekteket, nagyon szuper. Bedugom a fejemet. Olyan vagyok, mint a struc. Bedugtam a lépcsőbe a fejemet. Itt túl fogunk élni. Beton, gyere, Dávid! Beton is bedugta! Mi vagyunk az igazi király squad. Hoppá, alattunk már nincsen padló, de... Ah! Ezt láttad? Mi ez? Kiesett valamit? Ez mi? De valaki... Ah, igen, kifújt az épületből! Haló! Mi folyik itt? Mi folyik itt? Beton azt tudja, hogy azt hogy kell tudja. Ott hát jó, akkor a teste van, hogy a szél nem fújja el. Igen, de tényleg, nézzek, beton az ott áll, egy igen, egy centit nem vesztett az életén. Most egy kicsit arrébb vitte a szél, de merre megy? Föntszented van nézd az épületet, azt a... Lefújta az egészet. Hát az én jövök ide, itt még olyan beton tisztásnak tűnik. Beton, nem tudom. Beton maga alá töpört, leverték. Azt oda néz, ahol óra, atyám, hát akkor... Ott, ott van, a beton! Ott van! Ott van! Ott van! Milyen bátor, ki vagyok milyen ez, elegáns, ezen a betonon ki vagyok. Ő kivett az udvarra egyedül? Elvitte. Na most, itt, hát most ez szomorú elméletileg az ilyen ajtóizék a legbiztonságosabb, hogyha tornádó meg ilyenek vannak, tudod? Szóval... Nem, az földrengés ja, igen. A legbiztonságosabb. Azt félre tudtam. A... Hol vagy? Itt van? Áh! Egy milliméter HP van! Van egy milliméter HP van! Segítség! Segítség! Figyelj már, te hol láttad az ilyen? Jobb felső sarokban ilyen, neked még rengeteg van. Nem erő. Betont elfújta. Igen, hát konkrétan. De amúgy az épület... Ez az! Na jó, ezt... Nézd rá a mapra! Ezt éltük túl? Ezt hogy éltük túl? Úristen... Amúgy is még volt hely, ahol tudtunk állni. Kis lépés a Roblox világának, de nagy lépés a videózásunknak. És persze ilyenkor megy, amikor nem vagyunk rajta. De nézzek, elmentek rendesen. És ez leesett... Most milyen jól csinálták? Egy lezuhant valaki, azt láttam, de... Szerintem ez, és mindjárt ott megfordulunk, és onnan fog ez visszajönni. Ez hihetetlen. Ugye. Egyszer nem hogy szállok föl, és akkor túléltem, és most már túl kell... Ja, menjünk már hozzá, menjünk már, kíváncsi. Ah, te már... Azt... És a tested ott van. Itt ott vagyok, figyeljétek, srácok, ott voltam. És be... ott vagyok. Miben haltunk én meg? Nem szólulok vissza, de itt vagyok. Ne szorakozz! Igen, látom, egy kis tudok, a semmiként tudok mozogni a pályán, még ilyen se volt. Azt, ezt láttátok? De ez nem tudom. És itt brékel a fejem. A testet kis rész, azt a... Jaj, de vírussal zárjuk a videót! Ez azt csátszok, hogy nem szabad senki közelébe menni. Ezt ismered ezt a vírust? Korona van éppen. Ha valaki a közeledbe hát jön, akkor hát te óriási probléma van, szóval nekünk... Nem úgy van, hogy ilyen lilát köpnek, de ilyen lilát köpnek, és abba se szabad bemenni. Karanténba vonulunk, srácok. Feljöttem, csá, Dávid, hol vagy? Itt is vagy. Már ja, nem vagy valami, nem vagy valami nagy karanténban. Tényleg egy kicsit kifehérettem. Aj, ne szórakozz már. Ne szórakozz már. Már nézd, ahol lent itt, neki is alig van, ott az alsónak még egész sok van. Jaj, hozza föl! Az úszó hozza föl a vírus! Hozza föl! Szét is esett mellettük. Jó, hogyha minden jó, vagy most már nem terjesz, vagy fogalma sincsen, de lent van. Túléltük! Oh, túléltük! Hú, hát ez nagyon-nagyon király, hogy srácok, ez a videó ennyi lenne, nagyon-nagyon reméljük, hogy élveztitek, hogy így volt, nyomjatok egy lájkot, és fölveszünk kézzetek egy kövi videót Zsérafhoz, a leírás legelső sorával lesz a link, menjetek oda is, az is garantálom, hogy elképesztően király lesz, hogyha tetszett, mint mondtam, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és Dávid csatornája a leírásban, legyetek jók, és Tali a kövi videóban, császtok!